Jó napot kívánok! Szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önöket a 2021 évi vándorgyűlés ellenőrzési szekciójának ülésén. Zsakó Enikő vagyok, az OTP Bank ügyvezető igazgató helyettese, és egyben a Magyar Közgazdasági Társaság ellenőrzési szakosztályának az elnöke. A mai rendezvényünkkel igyekszünk a vándorgyűlés fő témáihoz, a pandémia okozta változások, illetve a fenntarthatóság hosszú távú biztosítása alkalmazkodni, és ezeket a témákat fókuszpontként szerepeltetni a mai beszélgetésünk során. Meghívott vendégeimmel megpróbáljuk végig gondolni a belső ellenőrzési szakmára ható tényezőket, azokat, amelyek a szakmánk változását szükségessé teszik, illetve próbálunk majd egy kis jövőbe mutató képet is festeni az ellenőrzési szakma jövőjéről. Remélem, érdekesnek tartják majd a beszélgetésünket. Szeretném bemutatni a jelenlevő meghívott vendégeket, és ezúttal is szeretném megköszönni nekik, hogy itt vannak, elfogadták a meghívásunkat, és megosztják gondolatainkat ezekről a témákról. Dr. Gajdos Márton, jogász-közgazdász, az ABT Consulting belső ellenőrzés és compliance szolgáltatásokért felelős partnere. Ugyanakkor a Belső Ellenőrök Magyarországi Szervezetének elnöke, nagyon nagy tapasztalattal rendelkező szakember, 20 éves banki, vezetői, belső ellenőrzési compliance múltra tekint vissza, és dolgozott az MKB bankban, 14 éven keresztül vezette a belső ellenőrzési területet. Ezen felül pedig mindez idő alatt különböző minősítéseket szerzett, minősített pénzügyi ellenőr és nemzetközileg minősített információrendszer ellenőr is. Köszöntelek, Márton, és örvendek, hogy itt vagy közöttünk. Kollár Róbert, a KNTH Bank belső ellenőrzési igazgatója, a KBC Group audit módszertani vezetője, ugyanakkor a Bankszövetség belső ellenőrzési munkacsoportjának elnöke, és a Belső Ellenőrök Nemzetközi Szervezete Európai Szövetségének elnökségi tagja. Robert több mint 20 éves tapasztalattal rendelkező szakember, dolgozott különböző bankokban, pályáját a Deloitte-nál kezdte, majd a Rabobank, Citibank, KBC csoport és a KNTH következett. 6 éven keresztül volt ő is a Belső Ellenőrök Magyarországi Szervezetének az elnöke, most pedig a pénzügyi állandó bizottságnak a vezetői pozícióját látja el. Köszönöm szépen, hogy itt vagy, és szeretettel köszöntelek. Rónaszéki Péter, a Fortix Consulting és a MySec tulajdonos ügyvezetője, és az információ rendszer ellenőröket tömörítő ISZAKA elnökségi tagja és titkára, és alapító tagja egy nagyon érdekes összefogásnak, az önkéntes kibervédelmi összefogásnak. Péter 23 éve dolgozik információbiztonsági üzletmenet folytonossági területen, és a bankrendszer, illetve a repülés informatika információbiztonsági szakértője. Dolgozott a Citibankban, Budapest Bankban, ING Bankban és a Lufthansa Systemsnél. Nemzetközileg minősített információbiztonsági, üzletmenet folytonossági és auditor, valamint adatvédelmi szakértő is. Köszöntelek, Péter, és köszönöm, hogy részt veszel a mai beszélgetésünkön. Hát kezdenénk a pandémiával. Ez az egész helyzet észrevétlenül és váratlanul robbant be az életünkbe, körülbelül másfél évvel ezelőtt. Jelentős változásokat hozott mindenki életében, a gazdaságban, a vállalatok életében. Megváltozott a működési környezet, megjelentek új kockázatok,
és a működést és a profitabilitást veszélyeztető tényezők jelentkeztek. A vállalatok kockázati profilja teljesen megváltozott, így a likviditási kockázattal, kereslet visszaeséssel, új szabályok megjelenésével, munkaerő kieséssel kellett a társaságoknak számolniuk, mind a mellett, hogy a munkafolyamatok nagyon gyorsan átalakultak. Az üzletmenet megszakadása az folyamatos kockázati tényezőként jelentkezett, ugyanakkor az informatika oldali támadások, visszaélések megsokszorozódtak, a kiberbűnözés, akár belső visszaélések, és új erőre kapott a social engineering itt az életünkben. Ezek a változások nem csak a vállalatok életét és a gazdaságot befolyásolták, hanem minden egyes dolgozóét, hiszen mi is alkotó elemei vagyunk annak a társaságnak, ahol dolgozunk. Most arról próbálunk egy kicsit közösen gondolkodni, hogy milyen mértékben befolyásolta a pandémia a belső ellenőrzést, a belső ellenőrzési folyamatokat, és hogyan tudja a belső ellenőrzés támogatni a vállalatvezetést a nehézségek leküzdésében. Mindezt úgy, hogy közben a belső ellenőrzési folyamatok, munkamódszerek is átalakultak. Szeretném megkérdezni, hogy mi a véleményetek, hogy sikerült a belső ellenőrzésnek ezeket a feladatokat ellátni, és hogyan tudja a támogatási funkcióját érvényesíteni, így a pandémia után, közben, meg nem tudjuk még mi várható. Robi? Köszönöm szépen a kérdést, Anikő. Ahogy említetted is, az egész nagyon hirtelen robbant be a köztudatba, és hát elég élénken él az én emlékeimben, meg azt gondolom, hogy a kollégák emlékében is, az a márciusi hétvége, amikor hát ugye a kormány bejelentette, hogy a következő héttől aki csak tud, az maradjon itthon, és vészhelyzetet hirdettek. És hát igazából azon a hétvégén nagyon gyorsan át kellett alakítanunk az egész bank, de nyilván számomra a legfontosabb, vagy számunkra a belső ellenőrzésben dolgozó kollégák számára, az volt a legfontosabb, hogy a belső ellenőrzés hatékony munkáját biztosítani tudjuk itt a megáltozott munkakörülmények között. Az egy óriási szerencse volt, hogy a KNTH-ban a belső ellenőrzésen már évek óta mindenkinek megvolt az otthoni munkához való jogosultsága, és megvolt ebben a tapasztalat, illetve mindenkinek megvolt a saját céges laptopja. Tehát igazából a technikai feltételek adottak voltak. Amire leginkább rá kellett készülnünk, az az volt, hogy hogyan lehet ezeket az ellenőrzéseket, amiket korábban személyesen, személyes interjúk kapcsán, vagy személyes megbeszélések kapcsán végeztünk el, azokat milyen módon lehet egyébként online környezetben otthonról elvégezni. És hát szerencsére egyébként a kollégák rugalmasságának köszönhető, meg talán azt mondom, hogy az IT felkészültségének is köszönhető, hogy biztosítani tudták azt, hogy nem volt azzal probléma, hogy otthonról a kollégák bekapcsolódhassanak a munkahelyi környezetben, és elkezdhessenek dolgozni ezen megváltozott körülmények között. Ami az első hetekben, hónapokban leginkább nehézkes volt, az ugye a gondolatmenetnek az átállítása, hogy azokat a hatékony módszereket, amiket korábban személyes interjúkra vonatkozólag kidolgoztunk, és gyakorlatilag arra vonatkozólag, hogyha bármit ellenőrizni szerettünk volna a bankban, akkor csak oda mentünk a kollégákhoz, azt meg lehetett személyesen tenni. Ezt így Skype-on, Teams-en keresztül jóval nehezebb volt egyébként megoldani, de az néhány hét múlva egyébként erre is tökéletesen rátaláltak, ennek a mikéntjére is tökéletesen rátaláltak a kollégák. Amit mondtál, ez úgy gondolom, hogy minden bankban igen csak jelentős probléma volt, hogy ez az átállás hogyan biztosítható, és úgy gondolom, hogy az informatikai területek nagyon-nagyon jól vizsgáztak ezen próbatétel kapcsán, mert egyik napról a másikra meg kellett oldani, hogy több ezer dolgozó otthonról tudja ezeket a feladatokat ellátni.
Szeretnélek, Péter, megkérdezni, hogy nálatok ez hogy jelentkezett, meg egy tanácsadással foglalkozó cég ezt hogy élte meg, ezt a változást? Válaszolni fogok erre a kérdésre is, Enikő. Sok mindent elmondtál te is, illetve Robi is rákontrázott. Nekem egy dolog jutott ebből eszembe, vagy erről talán azt az aspektusát, hogy az üzletmenet folytonossággal eddig is kellett volna foglalkozni, de talán ez a pandémia rádöbbentett bennünket, és sok mindenkit arra, hogy ez valóban egy nagyon fontos terület. Én emlékszem, hogy sok-sok évvel ezelőtt, amikor üzletmenet folytonosságot szerettünk volna kiajánlani, és pandémiás tervet, akkor sokan megmosolyogták, hogy hát minek, hát nem lesz itt pandémia, meg hasonlók, és gyakorlatilag ugye erre rácáfolt az élet. De hogy a kérdésedre válaszoljak, nem csak a belső ellenőrzési szakmát, hanem mindent megváltoztatott az egész vállalati működést. Tehát mi tavaly március, nem is tudom, 9-től vagyunk home office-ban, szinte teljesen egyébként azóta az irodát is lecseréltük egy kisebbre, és most újabb csökkentés lesz, mert hogy nem járunk be, nem minden, amit digitalizálni lehetett, azt mi gyakorlatilag az előtt is műveltük, és most talán egy magasabb szintre lépett. De hogy példát is mondjak a való világból, ugye az, hogy mondjuk egy információbiztonsági audit során a tanúsító auditor szeretne egy fizikai bejárást megtenni és a fizikai biztonságot ellenőrizni, az eddig csak, hogy mondjam, helyszíni módon lehetett. Na, megtanultuk ezt is távolról és online eszközök használatával kivitelezni. És hát ahogy egyébként szerintem minden cég, a nagy szolgáltatók is igyekeztek felzárkózni erre, most nem mondom ki nyilván a nevét a legnagyobb szoftver és szolgáltató cégnek, akinek az online platformját mi is használjuk, de gyakorlatilag heteken belül megduplázták, meg sokszorosították elnézést a kapacitásukat, az online kapacitásukat. És visszatérve az üzletmenet folytonosságra, hogy látod, hogy vagy a ti tapasztalatotok mit mutatott, hogy mennyire voltak képesek a társaságok az előre kidolgozott üzletmenet folytonossági tervüket használni, mert most természetes, hogy fel kellett volna készülni egy veszélyhelyzetre, ami a pandémia, de szerintem a valószínűsége ennek oly alacsony volt, hogy a legtöbb üzletmenet folytonosságból ez a tényező hiányzott. Nem tudom, hogy ez ügyben ti hogy láttátok ezt? Hát először is hadd válaszoljak egy szakmait, hogy azáltal, hogy valaminek a bekövetkezési valószínűsége csekély, de mondjuk a hatása nagy, na ezért csinálok üzletmenet folytonossági tervet. Tehát azzal lesöpörni egy pandémiát, vagy egy pandémiás kockázatot, hogy hát az úgyse lesz, az szakmailag nem állja meg a helyét. Kérdésedre reagálva, elég sok helyen láttunk jó üzletfolytonossági terveket, de leginkább azokban a szektorokban, ahol ezt valamilyen jogi, jogszabályi, anyavállalati elvárás előírta, ahol ez kevésbé volt, hogy mondjam, elvárás, ott inkább másra fókuszáltak, és kevésbé az üzletmenet folytonosságra. Márton, ti hogy láttátok a helyzetet, ugyancsak tanácsadói oldalról, hogy itt a vállalatok mennyire voltak fölkészülve, meg mennyire kezdtek akkor kapkodni, amikor már a baj beütött? Mindenkit köszönöm a meghívást a mai rendezvényre, meg hogy a MKT-nek ennek a rangos évről évre megrendezésre kerülő eseményén részt vettek. És én ma úgy jöttem ide, hogy tulajdonképpen három sapkába jöttem el. Egyfelől én is, mint gyakorló belső ellenőr és tanácsadó, másfelől, ahogy említetted, a BEMS elnökeként, tehát a szakma képviselőjeként, illetőleg arra gondoltam, hogy éppen tegnap volt egy nemzetközi konferenciánk, ahol persze online, ugye mi más a mai világban, ahol nagyon sok érdekesség hangzott el a mai beszélgetésünkhöz kapcsolatban, és gondoltam, majd kihangosítom egy-két gondolatot, ami ott elhangzott. De ahogy a kérdésedre válaszoljak, pont egy ilyen személyes élményem
maradt meg a pandémia kezdetéről. Éppen egy ügyfélnél voltunk, egy ügyfél megbízásban egy átvilágítási folyamatot végeztünk, egy folyamat optimalizációs megbízás volt ez, ahol volt egyfajta ellenállás a digitalizációs javaslataink iránt, hogy ezt csináljuk évek óta, nagyon jól működik, ő átveszi a titkárságon, ő átadja, iktatja, és mondtuk, hogy jó, de hát ez a 21. században vagyunk, azért ez lehetne egy kicsit javítani. Jó, de nem forradalmi változást szeretnénk, csak hogy finomítsuk az eljárást. És jött a pandémia, és utána hétfőn, ugye az a ominózus hétvég után jelentkeztük is, hogy sajnos nem tudunk bemenni most, hogy hogyan folytassuk, meg mi legyen, és mondták, hogy igen, és egyébként ma reggel 9 óráig megvalósították az összes javaslatot, és innentől minden digitálisan működik, és érdekes volna meg lehetett oldani ennyi alatt. Tehát, hogy volt szerintem az ilyen típusú változások iránt egy nagyfokú ellenállás, mert ez a így szoktuk csinálni, ez egy nagy úr, és nehéz ezt áttörni, de amikor a kényszer megjelent, és egyszerűen nem volt más opció, akkor nagyon hamar be tudott szinte minden szervezet állni, egyszerűen azért, mert működési kényszer volt. Úgyhogy ez egy ilyen érdekes tapasztalás volt, hogy hogyan lehet egyik napra másikra egy 180 fokot forduló ügyfél hozzáállással találkozni pont ennek hatásaképpen. És említetted a tegnapi nemzetközi konferenciát. Mi volt a konferencia üzenete? Mik manapság a belső ellenőrzés számára a legnagyobb kihívások? Hogy látják külföldön, meg hogy látjuk mi? Vannak esetleg magyarországi specialitások, vagy régiós specialitások? Hát nagyon széles spektrumot fedett le tegnap a konferencia, de ott etikai kérdésektől, akkor az ilyen rezilienciával kapcsolatos kérdések, hogy lehet robusztus válságálló szervezetet és vonatokat kialakítani, mindenről volt szó. Természetesen arról is, hogy mik változtak belső ellenőrzési módszertanban és eljárásokban. És például egy dolgot hagyjam is, mert kifejezetten meglepett, hogy az volt az általános vélekedés, hogy mindenki kidobta az éves munkatervét március után. Ugye általában volt a legtöbb szervezetnél valamilyen időszakra a tervezés az előre prognosztizálta, hogy mikor, mivel fogunk foglalkozni, és hogy márciusban egy totális újra tervezés kellett, hogy következzen, újabb kockázatértékelésre, és akkor már az új helyzethez való igazodással. És nagyon érdekes, hogy több előadótól is, és több formában is az jött vissza, hogy meglepő módon nem is változott olyan sokat a munkatervük. De hát, hogy 90-95%-ban azt hajtották végre, amit elterveztek. Biztos, hogy ez nem általános. Engem meglepett, hogy egyáltalán van ilyen, aki egy nagyon nagy nemzetközi konglomerátumot képviselő belső ellenőrzési vezető, azt mondta, hogy ők tulajdonképpen 95%-ban azt csinálták, amit még korábban elterveztek. Ez pont egyfajta ilyen ellentétes irányú meglepetés volt számomra, hogy ilyen is van, vagy ilyenről is lehet hallani. Ezt én csak el megerősíteni tudom, tehát a mi csoportunkban is ugyanez volt a jellemző, tehát nem arról van szó, hogy teljes mértékben újra kellett szabni a terveket. Természetes, hogy megjelentek új kockázatok, olyanok, amelyekkel foglalkozni kellett, emiatt le kellett cserélni néhány tervezett vizsgálatot, de jellemzően azért a tervek teljesíthetőek voltak, és ezt örömmel hallom, hogy nem egyediek voltunk ebben a dologban. De talán, hogyha annyit hozzátehetnék ehhez, hogy ez valószínűleg onnan ered, hogy azért a nagyobb intézmények azok azért az elmúlt jó pár évben folyamatosan évről évre nyomon követték azt, hogy mik azok a kulcskockázatok, amiknek az előfordulási gyakorisága esetleg növekedhet, vagy pedig a hatása növekedhet. Tehát nyilván minden egyes szervezetnél a kiberkockázat, az adatvédelmi kockázatok, az üzletmenet folytonossági kockázatok, azok már napirenden voltak, és része volt az audit tervnek. Talán ugye itt ami ilyen hirtelen bejött új téma volt, azok amit a Márton is említett, különböző jelenleg vagy korábban papírformában, papír alapon működő folyamatoknak a digitalizálásából eredő kockázatok vizsgálatából ered, tehát gyakorlatilag sok cég vezetett be olyan automatikus folyamatokat, amikor a korábban papír alapon működő
üzletmenet, vagy üzleti folyamatokat, azokat próbálták teljesen papírmentesre átalakítani, és nyilván itt egyébként megvolt a belső ellenőrzésnek is az a szerepe, hogy ezeket megnézzük, és elemezzük azt, hogy vajon ezek az új folyamatok, ezek mennyire biztonságosak, vagy sem. Erre fűznék rá egy olyan gondolatot, hogy ugye Robi említette, hogy eddig is voltak kiber biztonsággal foglalkozó auditok és IT jellegű ellenőrzések, de én azt látom az elmúlt egy-másfél évben, hogy ezeknek az belső auditok számosságához mérten megnőtt a számosságuk, és egyre több ilyen IT auditot, illetve biztonsági auditot végeztetnek akár külsősökkel. És ahogy előbb is említetted, Enikő, a kiberbiztonsági kockázatok óriási módon megnőttek. Tehát ezekre a kockázatokra, ezekre nem lehet nem felkészülni ezekre a kockázatokra, és én azt gondolom, hogy a belső auditor, a belső audit szakma erre egy kiváló lehetőség, hogy ezt támogassa. Hát ez igazán az egyik kihívás, ami megfogalmaztál most nagyon frappánsan a belső ellenőrzés számára, mert hát ez egy eléggé speciális területe a belső ellenőrzésnek, hogy valaki képes legyen ilyen jellegű vizsgálatokat végezni. De valószínűleg minden egyes társaságnál, egy nagyobb belső ellenőrzési szervezetnél kell legyen olyan szakember, aki ilyen vizsgálatok végrehajtására képes. Vagy ha ilyen nincs, akkor ne féljen külső segítséget kérni, és olyan emberekhez fordulni, akik ténylegesen ezt a szakmát jól ismerik. Vagy ne féljen megtanulni. Tehát én azt is mondom, ugye sokszor tartottam előadást belső ellenőröknek IT auditról, IT audit módszertanról, és mindig azzal kezdem, hogy ez a JPA módszertan, ennek is az alapja, ugye az elnézés a józan paraszti ész, és hogy azzal szoktam zárni az előadást, hogy a változás nélkül gyakorlatilag egy elnézés, de egy ódivatú belső ellenőrnek nem lesz jövője. Tehát aki ezeket a tudásokat nem veszi fel valamilyen szinten, vagy nem kér segítséget, annak nagyon nehéz lesz az elkövetkezendő években az audit szakma, hiszen egyre inkább eltolódik a kiberbűnözésnek a megelőzésére. Igen, mindaz mellett, hogy közben a folyamatok, a vállalati folyamatok is elég nagy változásokon esnek át, tehát a belső ellenőrzési szakmának létfontosságú a folyamatos fejlődés. Most azon kívül, hogy itt ezeket az új technológiákat, informatikai fejlődés, digitalizációt nyomon kövesse a belső ellenőrzés, láttok-e olyan nagyobb kockázatot, amire még fókuszálnunk kell, és amit szem előtt kell tartani a közeljövőben? Hadd reagáljak egy gyorsat. Én pont azt gondolom, hogy a digitalizáció, amiről pont az előbb beszéltünk, egy nagyon nagy előny, de ugyanakkor egy óriási kockázat is, hiszen felgyorsult ennek a szervezeteknél való bevezetése, és hát ez önmagával hozza azt, hogy az ezek járó kockázatoknak a kezelése, felmérése és megfelelő módon történő kezelése nem biztos, hogy ugyanolyan gyors. Csak ennyit szerettem volna hozzátenni. Ja. Tehát visszakapcsolódva arra, amit Robi mondott az elejére, ugye ez most már azért jó régen volt, hála Istennek, másfél éve, de az elején ez a fajta kényszerű változás, ami kikényszerült mindegyik szervezetnél, akármilyen korábbi ellenállások is voltak, ezek áttörtek, ezek a gátak, és mindenki elindult a digitalizálás irányába. Nyilván azt is hozta magával, hogy az addig gondosan felépített folyamatok, az ott megdefiniált kontrollpontok, nek egy jelentős része hirtelen működésképtelenné vált. Egyszerűen nem egészen más mederbe terelődött át a folyam, és hogy mondjam, szárazon maradtak ezek a kontrollpontok. És itt nagyon fontos szerepe volt, különösen az kezdeti időszakban a belső ellenőröknek, hogy kockázati alapon megnézzék, hogy most hova kapjunk, hogy mi az a legfontosabb, ami üzletileg nagyon megváltozott, markánsan megváltozott, és át kell gondolni, hogy ezt hogyan lehet kontrollálni, és utána azokra valóban fókuszáljanak a vizsgálatokban, hogy ott akkor azok a kontrollok
megvannak-e, illetve mit kell javasolni ahhoz, hogy körülbelül az azonos kontrolláltsági szintet tudjunk elérni, mint korábban. Egy szervezet compliance és belső ellenőrzési vezetőjének a előadásában hallottam, ez nem a tegnapi konferencián volt, hogy például milyen hatalmas kihívást jelentett egy call centernek az átállítás. Ugye egy call centernél alapesetben bennülnek a kollégák egy zárt rendszerben, a Matrixban, hogy úgy fogalmazzak, és megfelelően kitalált módszertan szerint és körülmények között tudják végezni a dolgokat. De tavaly március után ezek a call centeres kollégák átkerültek a konyhába, vagy a hálószobába, vagy a nappaliba, és akkor mindazon elképzelések és kontrollok, amikor működtek ott helyszínen, hirtelen értelmezhetetlenné váltak. És akkor hogyan tudott erre a szervezet reagálni, milyen addicionális kontrollokat tud kialakítani, hol a kockázati étvágy, el tudjuk-e fogadni, hogy egy alacsonyabb szinten stabilizálódik ez a kontrolláltság. Ezek mind-mind borzasztó érdekes, és hát nekünk is sok munkát nyújtó kérdések. Én eljátszottam valamelyik nap azzal a gondolattal, hogy vajon a belső ellenőrzés sokkal gyorsabban, sokkal hatékonyabban tudott volna-e reagálni ezekre az iszonyú nagy változásokra, hogyha más felépítésben, más gondolkodásmódban dolgozik. Most amire gondolok, ugye a hagyományos belső ellenőrzési folyamatok jellemzően ilyen vízesés modell szerűen működnek, tehát szépen meg vannak határozva a feladatok, és egymást követően csináljuk a dolgunkat. Tehát megcsinálunk egy éves tervet, ugye most pont erről beszéltünk, hogy az egy aránylag statikus dolog, mert ezt meg kell lennie, hiszen a jogszabályi környezet, a szabályzatrendszerünk ezt szükségessé teszi, és ezt a tervet görgetjük, visszük, esetleg kisebb-nagyobb módosításokat alkalmazunk benne, de nem fordítjuk fel a teljes tervet a feje tetejére, és nem is kezdünk teljesen új dolgokba, mert hogyha ezt úgy tennénk, akkor nyilván mindenki, meg az audit bizottság, a felügyelő bizottság, vagy a felügyelőink, hát megkérdeznék, hogy hát most azért honnan vettük ezeket az új ötleteket, vizsgálatokat, hiszen nekünk van egy jóváhagyott tervünk. De most ez azt is jelenti, hogy sokkal nehezebben és nehézkesebben tudunk reagálni egy ilyen nagy szintű változásra. És hát itt jön be az agilitásnak a gondolata, amit az utóbbi időben eléggé elterjedt fogalom. Ugye 2001-ben, amikor a szoftverfejlesztők kiadták az agilis kiáltványukat, akkor ez az egész kiáltvány és az egész feladat meghatározás a szoftverfejlesztésre vonatkozott, és arra, hogy a szoftverfejlesztők felismerték azt, hogy az ügyfél van a központban. Nem ők, az ügyfél. És nagyon-nagyon fontos, hogy az ügyfélnek minél jobban kiszolgálják az igényeit, és minél gyorsabban szállítsanak számára használható megoldásokat, még akkor is, hogyha nem teljes a megoldás, tehát nem egy nagy rendszert hoznak a végén, ami most akkor derül ki, hogy tele van hibával, hanem folyamatosan átadják a kis apró elemeket, és azt már rögtön lehet alkalmazni. Én úgy gondolom, hogy nem véletlenül terjedt most el az utóbbi években ez a gondolat a különböző projekteknek a működése során elsősorban, de hát itt most már a vállalatvezetések is, a vállalatirányítás is egyre inkább alapozik erre az agilitásra. Mi a véleményetek arról, hogy a belső ellenőrzésnek kellene ez irányban lépnie, hogyan kellene ezt a kérdést megközelítenie, illetve milyen időtávon kellene átalakulnia, vagy egyáltalán kell-e átalakulni? Én csak egy nagyon rövidet, a hogyanra nem fogok tudni válaszolni, azt valószínűleg a kollégák sokkal jobban tudják nálam, de az, hogy kell-e, azt gondolom, hogy egyértelmű az igen. Tehát ma már nincs olyan terület, szakma, szakértői rész, ahol az agilitás ne lenne központi téma. És ezzel gyakorlatilag át is adom a szót. Jó,
Én lehet, hogy ha ezt egy kicsit ki kell fejtenem, akkor két részre bontanám ezt a témát belső ellenőrzés tekintetében. Én úgy látom, hogy belső ellenőrzés és agilitás az a belső ellenőrzési munkát két részre bontja. Az egyik az agilis tervezés része, amikor az éves vagy a hosszú távú tervet agilisan kezeljük, és a másik pedig gyakorlatilag az egyes vizsgálatoknak az agilis végrehajtása. Hogyha az első pontot, tehát a tervezési résznek az agilitását nézzük, ott szerintem az a legfontosabb, hogy meglegyen a párbeszéd a felügyelőbizottság, auditbizottság, vezetőség és a belső ellenőrzés vagy a belső ellenőrzés vezetője között. Tehát igazából az a nagyon fontos, hogy évek alatt a belső ellenőrzésnek, illetve annak vezetőjének bizonyítania kell a vezetők felé, hogy alkalmas arra, hogy nagyon jó ötletekkel lássa el őket, és nagyon jó tanácsadási szerepkörben kell bemutatkozzon, tehát meg kell legyen egy ilyen bizalmi viszony. Ha ez a bizalmi viszony megvan, akkor utána azt gondolom, hogy az automatikusan jön, hogy a cégnek a vezetői, vagy pedig a felügyelőbizottsági tagok, ők maguk fognak ajánlani egyébként olyan vizsgálatokat, vagy olyan vizsgálati kéréseket fognak adni egyébként a belső ellenőrzés felé, ami által gyakorlatilag az egész tervezési folyamat agilissá tehető. Tehát, hogyha látja a vezetés, hogy az év folyamán, az év második felében valamilyen módon egy bizonyos kockázatnak a mértéke az nagyon megemelkedik, akkor utána ők rögtön kérni fogják a belső ellenőrzést, vagy legalábbis optimális esetben ők kérni fogják a belső ellenőrzést, hogy erre akkor fókuszáljunk, és ennek megfelelően egy picit állítsuk át a tervezésünket. Az egyéni vizsgálatok végrehajtásával kapcsolatosan talán ez egy kicsit rázósabb történet, és én itt azt látom egyébként nemzetközi tapasztalatokból, hogy Amerikában erre nagyon jó, nagyon komoly próbálkozások vannak. Európában is mindenki próbálkozik ezzel, de talán egyelőre mi még itt Európában úgy tartunk, hogy ez a nagyon tradicionális IT-szemléletű agilis módszertan ez még nem annyira elterjedt. Tehát, hogy igazából sprinteket csinálunk, erre kifejezett csapatokat állítunk össze, és akkor utána gyakorlatilag különböző szakértők vezetik ezeket az egyes munkafolyamatokat, ezeket az egyes sprinteket. Amit én látok, hogy a vizsgálatok végrehajtásában, ahogy az agilitás az kezd begyűrűzni, az annyiban nyilvánul meg, hogy amikor megvan egy vizsgálati téma, és megvan az arra allokált csapat, akkor egyre inkább elfogadott, hogy a kommunikáció az nagyon-nagyon hangsúlyos. Tehát maguk a csapattagok is rendszeresen két hetente, de én azt gondolom, hogy a legjobb és a leggyakoribb, hogyha hetente összeülnek, és megbeszélik azt, hogy milyen módon halad a folyamat, mik azok a fókuszterületek, amit ők nem láttak kritikusnak, és mik azok, ahová továbbra is egyébként erőforrásokat érdemes allokálni, amit részleteiben kellene vizsgálni. Tehát ez a része az agilitásnak, ez szerintem szinte már mindenhol megvan, illetve ami még mindenhol megvan, és szerintem ez is egy nagyon jó irány, az az, hogy az észrevételeket, azokat nem csak a vizsgálati idő végén, amikor az úgynevezett fieldwork befejeződik, akkor kommunikáljuk az érintett kollégák felé, az érintett üzleti területek felé, hanem maga ez a kommunikáció is gyakorlatilag akár heti, két heti gyakoriságú, mert akkor gyakorlatilag egy kicsit az üzletnek is segítünk abban, hogy ezeket a problémákat, amiket mi feltárunk, vagy amire úgy gondoljuk, hogy probléma lehet, azt ők időben elkezdik orvosolni. Illetve ami még minket egyébként, mint ellenőröket segít, hogy ha van egy ilyen rendszeres kommunikáció a vizsgálati fázis alatt az üzleti területekkel, akkor ezzel elkerülhető az, hogy esetleg félreértések miatt egy olyan dologra úszunk rá, szép magyar kifejezéssel, olyan dologra próbálunk erőforrásokat tenni, ami egy kicsit, hogyha magyarázatot kapunk, megfelelő részletes magyarázatot kapunk az üzlettől, akkor rájövünk, hogy esetleg ez egy holtvágány, vagy nem egy olyan súlyos probléma, mert ők meg tudják nekünk mutatni, hogy ezt a részt ők megfelelően kontrollálják, és akkor rögtön le tudjuk állítani az erre fordított erőforrásokat, és tényleg olyan irányba tudunk elmenni, ami esetlegesen komoly kockázatot hordoz. Én így gondolom egyébként ezt az agilitás témát egyébként jelen pillanatban. Nekem könnyű egyetértenem az előttem szólókkal, a kollégákkal nagyon jókat mondtak. Még talán annyit hozzá, hogy
Tegnap, a tegnapi konferencián említésre került egy felmérés, a közelmúltban végzett felmérés, amely ilyen felsőzetű felmérés, amiből az rajzolódott ki, hogy igencsak van még tere, hogy mondjam, diplomatikusan a fejlődésnek, hogy úgy érezzék a felsőzetők, hogy a belső ellenőrzés folyamatosan és releváns hozzáadott értéket szállít nekik. De hát, hogy ez a, és ez mit jelent? Hogy a stakeholder elvárásoknak egyre nagyobb szerepet kell kapni abban, hogy a belső ellenőrzés hogyan végzi a munkáját, hogyan kommunikál, és ki tudja szolgálni ezeket az elvárásokat. Hiszen az agilitás egy nagyon jó módszer vagy eszköz ahhoz, hogy közelítsünk ezekhez, mert egyre inkább ebbe a gyorsuló világba, egyre inkább az az elvárás a felsővezetés részéről is, hogy nem feltétlenül háború és béke hosszúságú anyagokat és tudományos mélységű értekezéseket, hanem gyors kockázatfelmérést és gyors reakciót várnak el. Aki ugye kétszer ad ki, gyorsan ad, mondja a magyar mondás, és ez igaz a ilyen szempontból egyre inkább igazabb a belső ellenőrzésre is. És ez az agilitás, ez valóban azt tudja kikényszeríteni, hogy ezekben a sprintekben, ezekben az előre megszabott határidőkben muszáj mondani valamit. De hát igenis, akkor ameddig eljutottunk, azt ki kell értékelni, és azt kommunikációs formába kell tudni önteni és átadni. És valóban nagyon fontos ez a fajta menet közbeni egyeztetésre, a félreértések elkerülése véget, de talán nagyobb szerepét látom ebbe az, hogy menet közben nem megvárva akár egy hónapig, másfél-két hónapig tartó belső ellenőrzési vizsgát hivatalos végét és ennek az egésznek egy ilyen veretes jelentésbe öntését, hanem impulzusonként már hetente, két hetente már megadjuk azokat az információkat, amikből tudnak dolgozni, és tényleg azt kapják, hogy valóban a folyamat működtetése mellett már kapják folyamatosan a javaslatokat és a megállapításokat, amiből tudnak építkezni. Én úgy gondolom, hogy ez nagyon-nagyon fontos gondolat, mert tényleg nagyon kell az a belső ellenőrnek, hogy azokat a kérdéseket megválaszolja, amelyekre a felső vezetés kíváncsi. Tehát, hogyha folyamatosan tájékoztatva vannak a vezetők is azokról a hiányosságokról, amelyeket esetleg találunk, akkor azonnal tudnak lépni, sőt, esetleg a környezet befolyásolja a tovább lépésnek az irányát. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, amit szerintem figyelembe kell venni, hogy nem lehet egy ilyen veretes, előre elhatározott forgatókönyv alapján menni minden esetben, mert sokszor az élet olyan kockázatokra mutat rá, amely azt mondja, hogy na ne is erre indulj, hanem amarra. Tehát ez a rugalmassága a belső ellenőrzésnek, meg a vizsgálatoknak meg kell legyen. És valahogy biztosítani kell a rugalmasság és az éves tervezés kapcsolatát, mert ugyanígy egy év azért hosszú idő. És nagyon-nagyon sok változás következik be, tehát hogyha már csak így a pandémiára visszatekintünk, hát amikor az éves terveket készítettük a 2020-as évre, hát szerintem nincs olyan ember, aki arra számított volna, hogy ilyen helyzettel kell szembenéznie. Nyilvánvaló, átszabódott a környezet, átszabódott a világ, fontos volt számunkra, hogy reagálni tudjunk, és ez is valahol az agilitásnak a része. Igen, és ha már a helyzetről beszélünk, és még egy gondolatot engedtek ráfűzni az előzőekre, Robitól kiemelném a kommunikációt, illetve Mártontól a félreértések elkerülését, és idehoznám be a pandémiát, hogy biztos tudtátok azt, hogy a kommunikációnak 60%-a nonverbális. Tehát a digitalizációs eszközök használatával szerintem az is egy óriási kihívás, hogy a vonal másik végén, hogy van-e videókamera, vagy nem tudom, vagy csak éppen halljuk egymás hangját, hogy amit én mondok, azt ő úgy érti, ahogy én gondoltam. Mert szerintem ebből óriási félreértések vannak, nekem is van sajnos ilyen tapasztalatom, pont napokban zártunk egy külföldi partnerrel egy belső audit jelentést, és hát nem volt videokonferencia, hanem ugye én mondtam, ők hallgattak, és a végén megegyeztünk abban, hogy ez így jó, de nem vagyok benne biztos, hogy minden gondolatom eljutott oda,
úgy, ahogy én azt szántam volna. Kevésbé agilitás téma, de azt gondolom, hogy igen, ez egy kicsit inkább visszahozott a legelső kérdésre, ugye arra, hogy milyen módszertani és egyéb, milyen kihívásokkal kell szembesülnünk a mindennapi munka során, és milyen módszertani változásokat okozott ez. Hát egyik az, hogy olyan ilyen kísérleti jellegű, vagy bizonyos szervezeteknél egyébként nyilván már alkalmazott megoldások, mint maga a videokonferencia, hát az ugye egyeduralkodóvá vált, holott eddig még ilyen mutogatóba lehetett ezzel találkozni. Akkor a papírmentes audit koncepciója felgyorsult, ugye egyszer óhatatlanul már nincsenek papírok, már minden képernyőn keresztül látunk, mentünk le, és találkozunk vele. És amit mondtál, igen, hogy ez a kommunikáció, ugye az ellenőrzésnek, annak az aspektusának, az eszköztárnak a leszűkülése, hogy ezeket a nonverbális jeleket is tud venni, hogy a rezdülésekre tudjál reagálni, akár menet közben jobban egy újabb kérdést feltenni, mert megérzed, hogy arra rá kell kérdezni. Ezek a nagyon apró finomságok, amiket szeretünk is a szakmába, azért valljuk be, ezek megnehezültek, ugye? Hiszen néha be se kapcsolják a kamerát, és a adatvédelmi vagy emberi jogokra hivatkozva egy fekete kis kockával beszélsz bele, hát ez hogy lehet így akkor rendesen kommunikálni? És a vonal végén az óriási csend sokszor, igen. Ami azért frusztráló tud lenni. Remélem nem a mobilját nézegeti közben, vagy valami mást. Hát igen, ezek a folyamatok sajnos még úgy néz ki, hogy egy jó ideig megmaradnak és velünk élnek, meg vélelmezem, hogy a későbbiek során beépülnek a mindennapi folyamatainkba. Tehát nyilvánvaló nem ebben a teljesen online formátumban, ahogy most így az elmúlt időszak kikényszerítette belőlünk, hogy dolgozzunk, hanem egy ilyen hibrid vizsgálati módszertant kell majd minden társaságnak kialakítani az észszerűség és költséghatékonyság elveitnek a figyelembevételével. Hát ha már a költséghatékonyságról beszélek, akkor át is térnénk a másik témára, mégpedig itt a fenntarthatóság és ennek hosszú távú biztosítása. Hát hogyha most itt a környezetvédelemre, fenntarthatóságra gondolunk, akkor hol biztos, hogy senkinek nem a belső ellenőrzés fog eszébe jutni. Pedig én úgy gondolom, hogy a belső ellenőrzésnek nagyon-nagyon fontos szerepe van abban, hogy az egyes társaságok biztosítani tudják azokat a vállalt célokat, amelyet ők közzétesznek, és akár egy társadalmi felelősségvállalás jelentésben, vagy akár egyéb megnyilvánulásaikban, hiszen mi vagyunk gyakorlatilag a vállalatnak az őrei. Tehát nekünk folyamatosan fókuszpontba kell legyen az, hogy ezeket a szempontokat ellenőrizzük, és támogassuk a felső vezetést abban, hogy el tudja érni ezeket a célokat, és biztos legyen abban, hogy ezek a célok elérésre kerülnek. Tehát a pazarlás meg a környezetkárosítás, azok minden egyes vizsgálatunk során szempontok kell legyenek, és ugyanígy a költségtakarékosság úgy gondolom, hogy nagyon sokat tud lendíteni a dolgon. A Marcira nézve ismételten eszembe jutott, meg hát a Robira is, a tegnapi konferencia, amikor is elhangzott ott, hogy nem is annyira rossz dolog, hogy digitális és online módon tartjuk a konferenciákat, mert hogy mennyi energiát, mennyi üzemanyagot spórolunk azáltal, hogy így távolból tudunk egymással beszélgetni. Tudnál erről néhány gondolatot megosztani? Jó, nem biztos, hogy jót kérdeztél. Pont a tegnap a konferencián zárószóban azt mondtam, hogy miután hosszan fejtegettük, hogy mennyit spóroltunk, mert hány tonna széndioxid kibocsátás lett megspórolva ezáltal, hogy oké, de hogy másfél év pandémia után benne már annyira ott van ez a
az a igény az emberi kapcsolatokra. De hát én annyira örülök, hogy most itt személyesen találkozunk például, és nem online kellett erre a mai beszélgetésre bejelentkezni. Ilyenben is volt részem, ilyen kerekasztal beszélgetésben, és valahogy ennek megvan a varázsa. Meg az, hogy tényleg kollégákkal egy konferencián, bármilyen keretek között élőbe tudjunk találkozni, nekem ez már nagyon hiányzik. Úgyhogy most nehezen tudnék a veled érvelni, hogy tartsunk a jövőben minden konferenciát és hát minden ilyen kommunikációt. Ez biztos, hogy online. Nem lenne jó ötlet. Tehát én úgy gondolom, hogy egy arany középutat lehetne tartani, mert hogyha nem tartunk online konferenciákat, akkor sokkal kevesebb előadót érünk el. Tehát most így nagyon könnyű meghívni egy amerikai előadót, vagy egy akárhonnan ausztrált, vagy ázsiai előadót, mert vevő rá, legfeljebb föl kell kelni egy számára kellemetlen időpontban, de becsatlakozik az előadáshozra, és elmondja gondolatait. Tehát vannak ilyen előnyei is. Most nem ezt akarom én sem reklámozni, hogy így tartjuk az előadásainkat, de úgy gondolom, hogy azért egy ilyen hibrid módszer az nagyon jól jöhet. De most itt visszatérve a környezet károsításra és a pazarlásra, tehát ti hogy látjátok, hogy a belső ellenőrzésnek milyen szerepe van ebben, hogy segítse a vállalatot? Akkor én még Marcira reagálnék egyet, mert én több hónapja ma vettem először öltönyt, de hogy a fenntarthatóságra én azt gondoltam, hogy először prompt válaszom nem lesz, de aztán mégis van, és ez nem más, mint a felhő és a felhőszolgáltatásoknak a használata, hiszen hogyha belegondolunk abba, hogy a nagy vállalatok, nagy cégek saját adatközpontot használnak, vagy éppen átköltöznek egy hát aztán persze, hogy ez mennyire környezettudatos, vagy nem, az érdemes lehet boncolgatni, de globálisan azt gondolom, hogy jobb a fenntarthatósága egy nagy szolgáltató által biztosított felhőszolgáltatásnak. És nyilván itt jön majd be, akkor átadom a szót, a belső ellenőrzés szerepe, hogy egyébként a felhőszolgáltatásnak a biztonsági elvárásai, a szolgáltatás folytonosságának a különböző ellenőrzési aspektusai, de azt gondolom, hogy például a felhő lehet egy jó megoldásra. Ez abszolút így van. Nekem, ami erről a témáról először eszembe jutott, az megint két részre bontható. Egyrészt az, hogy mik azok az aspektusok, mik azok a témakörök, amivel mondjuk szinte szektortól függetlenül mindegyik belső ellenőr találkozhat, és mindegyiket nagyon egyszerűen le lehet fedni egy belső ellenőrzés keretében. Például ilyenekre gondolok, hogy mennyit tud megspórolni az adott cég azzal, hogyha esetleg bizonyos folyamatokat papír alapról digitálisra állít. Itt ennek nyilván nagyon könnyen megfogható anyagi vonzatai is vannak, illetve hát igazából ugye azzal, ha mellőzzük a papírt, azzal valamelyest nyilván a környezetet is tudjuk kimélni. A másik, ami nagyon sok helyen egyébként tapasztalható most, hogy rengeteg cég új irodaházba költözik, vagy pedig gyakorlatilag a régit korszerűsíti, ezáltal gyakorlatilag próbál korszerűbb fűtési technikákat, korszerűbb hűtési technikákat bevezetni, és gyakorlatilag ezáltal is a belső ellenőrzés az mérni tudja, hogy gyakorlatilag egy-egy ilyen változtatással mennyi energiát és ezáltal mennyi pénzt tud megtakarítani az adott cég. Vagy például egyébként egy másik nagyon egyszerű és manapság azt gondolom, hogy nagyon komoly trend az, hogy a cégek megpróbálják környezetbarát autótípusra lecserélni az autóparkjukat. Tehát rengeteg helyen lehet azt látni, hogy amikor városon belül vagy rövid távra alkalmazott telephelyek közötti szállításra eddig benzines vagy dízelautót használtak, azt egyre többen használják egyébként gyorsfutárnak, vagy azok a cégek egyre többet használják az elektromos autókat, vagy a hibrid autókat, és ezáltal is próbálják gyakorlatilag a széndioxid kibocsátásukat csökkenteni. Ezt szintén egyébként, amikor egy cég a saját kis környezetvédelmi vállalásait egyébként éves jelentésben publikálja, akkor utána erre nagyon jó lehetőség, és azt gondolom kötelesség is a belső ellenőrzés szemében, hogy ezeket a vállalásokat, ezeket megnézze, hogy ezeket valóban tudjuk-e tartani egyébként a,
a közösség felé, az adott mikrokörnyezet felé, ahol ez a cég dolgozik. A másik egyébként, ami inkább már kapcsolódik ahhoz, hogy egy cég milyen szektorban dolgozik, az, hogy például az adott tevékenységéhez kapcsolódóan milyen környezetvédelmi lehetőségek adódnak. Tegnap a konferencián ugye beszélt a CSEZ nevű CSEH Energia szolgáltatónak a belső ellenőrzési vezetője. Például nála, én nagyon régóta ismerem, tudom, hogy nála egyébként nagyon komolyan felmerült az utóbbi években az, hogy az energiatermelés során felmerült károsanyag kibocsátást, azt hogyan tudja a cég csökkenteni, és mik azok a technológiák egyébként, amit szintén ezekben az éves CSR jelentésekben a cég vállalt a prágai önkormányzat felé, hogy gyakorlatilag ezeket milyen módon tudja egyébként racionalizálni ezeket a csökkentéseket. Vagy szintén a konferencián volt több résztvevő egyébként az Auditól, a Suzukitól. Itt nyilván a dízelbotrány kapcsán egyébként felmerültek azok a kérdések, hogy tulajdonképpen a dízelautókra, illetve a benzines autókra vonatkozólag ezeket a kibocsátási normákat, ezeket mennyire tudják tartani egyébként a cégek. És nyilván ez is egy műszaki végzettségű belső ellenőrnél feladat lehet, hogy ezeket a kibocsátásokat folyamatosan nézze, és hogy egy picit a saját vizekre evezzek, hitelintézeti szektorban egyre inkább az EKB-nál is úgynevezett hot topic az, amikor gyakorlatilag ezeket az ESG alapú környezetbarát hitelezés tevékenységeket próbálják egyébként a központi bankok támogatni kedvezményes kamatlábakkal, illetve különböző olyan programokkal, amik arra ösztökélik a bankokat, hogy ezekre a környezetvédelmi beruházásokra kedvezményes hiteleket nyújtsanak. Ez szintén egy olyan speciális hiteltípus, ami egy banki belső ellenőrzésnél nyilvánvalóan része kell legyen a belső ellenőrzési vizsgálatoknak és a vizsgálati tervnek. Nekem még két dolog jut ezzel kapcsolatban eszembe, hogy az egyik egy személyes dolog, hogy nekem egy komoly aggodalmam, hogy a környezet tudatosság, a klímaváltozással kapcsolatos kockázatok, azok most jelentősen háttérbe szorultak az elmúlt másfél évben. De hát én tisztán nem emlékszem még 2020 elején, 2019 végén, hogy mennyire ezek voltak a fókusz. Ettől volt minden hangos, és hogy milyen visszaesés is történt. Persze örültünk annak, hogy lecsökkent a városon belül közlekedés, és kitisztult a levegő, és ez tök jó volt. Ugyanakkor az ételfuttárok elkezdtek megint csak kényszerűségben rengeteg műanyagot használni ugye az étel kiszállításnál, ami megint megnőtt ez a fajta terhelés, ami megint évtizedekre, hanem még hosszabb időre előre terheli már most a környezetet. Én azt gondolom, hogy személy szerint, mint nekünk, mint embereknek, akár mint belső ellenőröknek is, mindenkinek van feladata ezzel kapcsolatban, és ahol tudja ezeket az aspektusokat hozza be, mi a munkánkba, és tegyünk ehhez kapcsoló javaslatokat. Ugyanakkor az nagyon fontos, amit most a Robi pedzegetett, hogy és visszakapcsolom még egyik előző témához, hogy a stakeholderi elvárások. A stakeholderi elvárásoknak az egy megfelelésnek egyik nagyon jó eszköze, hogyha mindig a belső ellenőrzés a céges stratégiát és a magas szintű célkitűzéseket szem előtt tartja. Belső ellenőrzési vezetőként nagyon fontos, hogy ezek biztosítsuk, hogy az összes belső ellenőr kolléga, ha felkelti kálmából, azért nagyjából tisztában van ezekkel, hogy milyen irányba gondolkodik a cég, mik a ilyen téren a célok. És minél nagyobb egy szervezet, annál valószínűbb, hogy vannak ehhez kapcsolódóan megfogalmazott stratégiai céljai. Akár mert LKB nyomásra, akár mert olyan szektorban dolgozik, autóipar, akár energetika, bár ezek nagy cégeknél azért vannak. Vagy azért, mert egyszerűen nagy, és lehet, hogy ugyan nem ilyen idézővel környezetszennyező szektorban dolgozik, de társadalmi felelősségvállalás keretében fogalmaz meg ilyen célokat. Na ez szuper a belső ellenőrnek, mert van kapaszkodója. Van mihez mérni, esetleg attól való eltérést, vagy hogyha rossz útra tér a szervezet, akkor tudja jelezni, és ezt meg tudja jeleníteni a jelentésekbe. De mit tegyünk a kisebb olyan szervezeteknél, ahol ilyen típusú stratégiai megfogalmazások nincsenek? És ugye BEMS sapkámban, hogyha már az elején mondtam, hogy néha ilyen sapkát is felteszek,
képviselni kell azokat a szervezeteket is, ahol jóval kisebbek, a stratégia ilyen kontextusban még, vagy egyáltalán nem merül fel, és akkor hol tud kapaszkodókat találni a belső ellenőr ahhoz, hogy ő miként tud ehhez hozzájárulni. Ez nagyon érdekes és nehéz kérdés, de ezeket a kollégákat ebben a szempontból nem irigylem, mert nekik nincs meg az a fajta iránymutatás vagy orientáció, ami nagy szervezetben nagyobb valószínűséggel adott. Hát az biztos, hogy a kisebb társaságoknál működő belső ellenőrzési szervezetek nagyon nehéz helyzetben vannak, mert sokszor egy személyben, vagy lehet, hogy még nem is teljes munkaidős munkaviszonyban kell ellássanak olyan komplexitású feladatokat, amelyek egy nagy társaság számára is kihívást jelentenek. Hát ha csak belegondolunk itt a nagy digitalizációs forradalomba és a modernizációba, az új technológiákba, az egyre inkább elterjedő technológiákba, a robotizációba, a mesterséges intelligenciába, vagy akár a blokklánc technológiába. Ezek is itt vannak, kopogtatnak az ajtajukon, meg a mieinken is, de valahogy ahol egy nagyobb társaság működik, ott könnyebb így közös erővel megoldásokat találni, meg fogadni ezt a sok új inputot, ami a környezetünkből érkezik. És úgy gondolom, hogy ezek az új technológiák azért mindannyiunkat arra fognak késztetni, ha kicsik vagyunk, ha nagyok, hogy előbb-utóbb változtassunk a jelenlegi módszertanunkon, a jelenlegi módszereinken, és hát most gondoljunk csak bele, hogy az adatelemzések, illetve az adatbányászat mennyire előtérbe került itt a belső ellenőrzési szakmában az utóbbi időben, hiszen megjelentek a big data technológiák, és hát nyilván ezek költségesek, tehát most nem minden társaság tudja megengedni magának, hogy ilyen technológiát kifejleszen, de akinek sikerül, hát ott a belső ellenőröknek is a megváltozására, hozzáállás változására van szükség, hiszen sokkal inkább egy elemzőkészség, egy adatfeldolgozó, informatikai készség szükséges ahhoz, hogy ezeket a vizsgálatokat végre tudja hajtani. Most, hogyha úgy belegondolunk csak ugye a robotizációba, hát a robotizáció itt van már az életünkben már nagyon-nagyon régen, tehát most már senki nem lepődik meg azon, hogy az iparban robotizáció van, és a gépgyártás meg autógyártásban robotok működnek. De most már azért azon mégiscsak meglepődünk, amikor olyanokat olvasunk, hogy itt nálunk Budapesten, tehát nem a világ másik oldalán, hanem itt nálunk is megjelennek robotok. Elmész egy rendelőbe, és robottal találkozol, aki történetesen kikérdez, hogy milyen szimptomákkal rendelkezel, és hogy lehetsz-e covidos, vagy sem. Ugye ez egy budapesti realitás, tehát nem egy Verne regénybe illő képzet. És hogyha egy kicsit tovább gondoljuk ezeket a robotokat, hát ezek képesek lesznek arra, hogy egyre több adatot gyűjtsenek, ezeket feldolgozzák, és a továbbiakban majd abban segítsék a belső ellenőröket, hogy sokkal inkább fókuszálni tudjanak a lényegi döntésekre, és a sablonszerű dolgokat, azokat háttérbe szorítsák. Ti hogy látjátok itt most, mik a technológia változásokból adódó kihívások a belső ellenőrzés számára? Ugye egy csomó új módszert, egy csomó új technológiát lehet bevezetni. Mennyire látjátok reálisnak, hogy az ellenőrzési szervezetek ezeket át tudják venni és használni? Én nem vagyok jövőkutató, bár van egy nagyon kedves barátom, aki az, és
követem az ő munkásságát, és sokszor beszélünk a gondolatairól. Ugyanakkor arra reflektálnék, és én egy messzi példát hoznék, egy hongkongit, ahol azt olvastam, hogy idén kerül sorozatgyártásba az a robot, amiről ugye te is beszéltél, ami már gyakorlatilag diagnózist állít fel az orvosnak, és hőkamerával, meg mindenféle mérőeszközzel van ellátva. Tehát akkor talán azt mondom, balgaság azt gondolni, hogy a belső ellenőrzési szakmát, vagy bármilyen egyéb szakmát nem fogja ez a dolog érinteni, de ugyanakkor elképzelhetetlennek tartom, hogy teljesen kiváltsa az automatizáció a belső ellenőrzési szakmát akár. Biztos, hogy úgy fog ez a dolog elindulni, hogy az automatizálható, viszonylag repetitív módon történő munka folyamatokat fogják először, ha nem is robotok, de valamilyen digitalizációs eszközök átvenni, és előkészíteni a munkát a belső ellenőrök számára, de ennél többet én az elkövetkezendő, nem tudom, 10-20 évben nem látnék bele, mint nem jövő kutató. Ti mit gondoltok erről? Hát megint csak egyetértek, de nehéz nem egyetérteni. Én azt gondolom, hogy most már lassan évtizede mondhatjuk, hogy ez egy állandó témája szakmai fórumoknak, szakirodalomnak, beszélgetéseknek, és nyilván az egész minket körbevevő világnak is látjuk egyre jobb példákat, és egyre jobban tudjuk. Már régen beszélgettünk a mesterséges intelligenciáról, és ilyen Asimov jellegű távoli kérdésnek tűnt ez. Ma meg már annyira jelen van a orvostudományban, számtalan jó példát lehet mondani, ahol tényleg látjuk a hasznát, és hogy milyen jó, hogy ez van. Belső ellenőrzés tekintetében, ugye mondjuk talán, hogyha három ilyen, vagy négy nagy csoportot kéne itt a digitalizáció kapcsán megemlíteni, vagy témakört, ami mindig felmerül, az egyik az ilyen audit támogató megoldások, és egyszerűen a folyamatnak a workflow támogatása, a másik az adatelemzés, a big data kérdésköre, ehhez kapcsolódó részben a robotizáció és a mesterséges intelligencia. És kb. Ezt az évet, hogyha így végigmondom, hogy egy átlagos, és most gondolok itt tényleg nem csak a nagybankok belső ellenőrzésre, hanem kisebb belső ellenőrző szervezetekre, a realitása, hogy ezekkel mikor és milyen szinten fog találkozni, úgy változik, de hát még az első az szinte már mindenhol jelen van, és már megoldott kérdés és adott. Az adatelemzés sokaknál még egy megugrandó szint, vagy mélyítendő szint, hála Istennek legtöbb helyen már valamilyen előképe van, de olyan igazi mély adatelemzés, hogy át tudjunk lépni arról, hogy nem csak mintákat, hanem teljes sokasságokat vizsgálunk meg mindig, és hogy ezt kellő készséggel, szoftver támogatással és egyéb be tudja az adott belső ellenőrzés végezni, ez korán sem magát értetődő. És akkor van a robotizáció, meg a mesterséges intelligencia, ami bizonyos szempontból sok esetben mindig science fiction. De hát a robotizáció valóban ugye feltételezi, mondjuk csak a belső ellenőrzésre gondolunk, egy kellő méretű belső ellenőrzés létét létszámban, ahol egyszerűen kijön a matekja annak, hogy ki tudjunk váltani annyi emberi erőt. Ha mindenki csak mondjuk napi egy órát foglalkozik repetitív feladattal, de vagyunk vagy 20-an, akkor ki lehet számolni, hogy bizony, az már megérheti, ugye bőven több mint egy FT-t ki lehet vele váltani, hogyha beruházunk egy ilyen robotba, aminek aztán azért mindig nagyon sok problémája van, mert nagyon infrastruktúra függ, kicsit megváltozik a folyamat, akkor a robotot újra kell kalibrálni, akkor megint beleteszed ugyanannak a erőforrásnak a sokszorosát, amit ugye ő segít neked, de még leprogramozott, hogy jól működjön, teszteled, az se magától értetődő, de hát mindenképpen méretfüggő, kell egy kritikus tömeget elérni. És akkor mi nem beszéltünk a mesterséges intelligenciáról, amit én még nem láttam. Biztos van már belső ellenőrzésben alkalmazva és működik, de nekem mi nem volt hozzá szerencsém, ennyit tudok csak ilyen szerényen mondani ennek kapcsán. Tökéletesen egyetértek veletek egyébként, abszolút én is így látom, hogy ezek a technológiák abszolút méretfüggőek. Tehát az adatelemzés nem csak Excelben, hanem már valami kifejezetten adatelemzésre tervezett eszközzel, az már azért elég széles rétegek, elég kis csapatok részére is elérhető.
Ami problémás, az tényleg az ilyen big data elemzések, ahová speciális tudás kell, illetve kell egy olyan úgynevezett data scientist, aki egyébként az egész adatstruktúrát átlátva egyébként ehhez úgy tud hozzányúlni, hogy valami érdemleges output is jöjjön ki ebből az egészből. A robotizációra én azt látom egyébként, és erre mondjuk a KBC-ben jelenleg vannak is próbálkozások, hogy például egyszerű menedzsment riportokat, vagy például nálunk évente kell készíteni az úgynevezett Opinion of Internal Control-t, ami az elmúlt évnek a tapasztalatai audit ajánlásai alapján egy ilyen éves assessment, amit az amerikaiak SOX reporting formájában csinálnak meg, hogy hogy is nézett ki az adott évben gyakorlatilag a mi belső ellenőrzési, illetve a kontrollkörnyezetünk. És gyakorlatilag ez például korábban nagyon-nagyon manuális volt, amikor a belső ellenőrök elkezdték belásni magukat, hogy bizonyos területekre vagy bizonyos termékekre vonatkozólag összegyűjtötték az adott évben felmerült problémákat, és abból próbáltak egyébként valamilyen irányt, valamilyen koncepciót kidolgozni, hogy tulajdonképpen az adott termékkel kapcsolatban, vagy az adott üzleti szegmenssel kapcsolatban mik voltak a fő problémák, és hogy ezáltal gyakorlatilag az ottani kontrollkörnyezet az mennyire volt jó, vagy mennyire volt problémás. Ezt egy robot abszolút tökéletesen meg tudja oldani, megadjuk neki, hogy tulajdonképpen ilyen üzleti szegmensekre keressen nekünk, ilyen jellegű problémákra keressen nekünk az adatbázisban, és aztán ő ezt a jelentést ezt tökéletesen össze tudja állítani, vagy akár össze tud állítani egy audit komitis, vagy felügyelőbizottságos jelentést is ugyanilyen elvek alapján egy meghatározott adatbázisra rátöltve ezt a robotot. A mesterséges intelligencia az egy szinten még feljebb van. Én azzal kapcsolatban olyan próbálkozásokat láttam, ezt szintén a belga kollégák próbálják tesztelni egyébként jelen pillanatban, hogy amikor egy auditor kolléga elkészül egy jelentéssel, és megadja azoknak abban a jelentésben a különböző észrevételeket, illetve hogy az észrevételnek mi a prioritása, akkor utána van egy felület, ahová ezeket a jelentéseket fel tudjuk tölteni, most már minden ország számára rendelkezésre áll ez a felület, és aztán a robot egy szövegelemzéssel megpróbálja azt összehasonlítani, hogy az elmúlt évek jelentéseinek észrevétel szövegei alapján ezt az észrevételt, amit most próbálunk, vagy most fogunk kiadni, ezt ő milyen súlyosságúnak értékeli. Tehát összehasonlítja a meglévő adatbázisban, próbál megfelelő szövegelemeket keresni, megfelelő kockázatelemeket keresni, és aztán a végén kiböki, hogy te itt azt mondod, hogy ez az ajánlás, ez egy súlyosabb kockázat, de én azt gondolom, hogy ez nem az, vagy pedig pont fordítva. Tehát ő is elemzi. Ez gyakorlatilag annyiban segít, hogy az ellenőrnek a saját értékelését vagy megerősíti, vagy pedig azt mondja, hogy akkor jó, egy picit nézzünk utána. De ahogy a Péter is mondta, itt még az emberi elem az még mindig benne van. Tehát hiába ott van egy robot, a végső döntés az emberi, meg az emberi intuíció, az emberi tapasztalata az, ami mindenképpen egyébként a végső döntést meg kell hozza. De abszolút egyébként ezek a szövegalapú elemzések egyébként korábbi jelentésekre, korábbi észrevételekre való építkezéssel egy szövegelemzés, ez abszolút benne van, és ez egyre több cégnél egyébként elérhető lesz. A robotizációról nekem még két példa eszembe jutott. Az egyik az otthoni porszívó robotom, amit egyébként pont Robinak hívnak. Bár annak kevésbé van belső ellenőri aspektusa, ha csak az nem, hogy éppen a feleségemnek tetszik-e aznap, hogy porszívózott föl, de a másik az talán egy picivel érdekesebb, az pedig a Lufthansa-nak egy olyan robotfejlesztése, ami a földi operáció, tehát a ground operation-nek a feladatait először támogatja, aztán hosszú távon talán egy részét ki is fogja tudni váltani. Egyébként ezt Lengyelországban láttam félműködő állapotban. Ez egy nagyon érdekes dolog. Ott is bejön majd a mesterséges intelligencia, hiszen tanulnia kell nem csak a folyamatokat. És akkor még egy dolog eszembe jutott, hogy talán pont te említetted, Robi, hogy a mesterséges intelligenciánál be kell tanítani azt az adott robotot. Egyébként egy gyakornokot is be kell tanítanunk, tehát valamilyen módon azért vannak itt párhuzamos gondolatok,
Én sokkal inkább tanítok be gyakornokot, mint robotot, és ha tegyem még hozzá azért, hogy én ezt nem látom olyan nagyon közelinek, hogy például akár a belső ára, akár a tanácsadási szakmában mondjuk robotokkal beszélgessenek az ügyfelek. Igen. Mondjuk ez egy fontos különbség is egyébként, szerintem egy nagy szervezetnek a belső ellenőrzés, meg mi most ilyen tanácsadási vonalon mozgunk, ugye ott szinte minden megbízás más, minden megbízó más, a körülmények, az emberek, a folyamatok, a tárgya, stb. Tehát, hogy olyan robotot, ami utána így rá tudod húzni, felveszi a kellő alakot, és azt tudja egyben on-site támogatni, hát az tényleg a science fiction. Viszont, ahol meg tényleg napról napra ugyanaz van, fiók hálózat ellenőrzés, ahol 12 egy tucat, most idézőjelben, ott látom én is a realitását és a hasznosságát. Még egy utolsó a robotokra, mert eszembe jutott, hogy egyébként a kibertámadásoknak a nagyon nagy részét egyébként nem emberek végzik, hanem robotok. Tehát robot szoftverek. Gyakorlatilag ez már nincs olyan messze, sőt, és valószínűleg az sincs messze, amiről most még mi itt úgy beszélgetünk, hogy science fiction. Valószínűleg egy-két évtizednek még azért el kell telnie. Most egy vicc jutott eszembe, hogy vigyázz az porszívóra, hogyha a robotok végzik a kipertámadást. Kikerüli egyébként a gyerekeimet is. Jó, hát én úgy gondolom, hogy nem lehet nektek ellent mondani. Ez tényleg egy nagyon nagy igazság, hogy a robotizáció, automatizálás, illetve az adatelemzés, még azok a módszerek, amelyek közelebb vannak, tehát emberi közelségben, amit a következő években, tehát egy közeljövőben egyre inkább elterjednek itt a belső ellenőrzési szakmába. De a mesterséges intelligencia, meg az, hogy majd egy robot végzi helyettünk az interjút, vagy határozza meg egy vizsgálatnak a fókuszpontjait, azért az még egy kicsit távolabb van. Ezek a technológiák ugye, hát most nagyon jó, hogy vannak, de az, hogy például egy csalás felderítésben átütően használhatók legyenek, most a mesterséges intelligenciára, meg a gépi tanulás módszerére gondolok, azok még jelen pillanatban még fejletlenek, úgyhogy még most még minden belső ellenőr, meg minden ellenőrzési szakmában dolgozó szerintem nyugodtan hátradőlhet, mert ez a szakma még egyelőre nincs veszélyben. Egyetértek. Bocsánat, csak még egy gondolat hozzá, hogy ez egy, ugye ez egy út, amin járunk, de hát ez nem ez, azért lássuk be, hogy biztos, hogy hosszú távon azzal nem lehet vitatkozni, hogy előbb-utóbb minden belső ellenőrnek kell, hogy digitális affinitással bírjon, hogy tudjon adatot elemezni, hanem ma, lehet, hogy nem 2022-ben, de ahogy megyünk előre, ahogy generációváltás lesz majd a szakmában, ez egyre inkább természetes lesz. És valószínűleg ezek soha nem forradalmiak ezek a lépések, hanem tényleg egy evolúció. Most egy ilyen régi, nem is olyan régi példa, de én már egy jó ideje, hogyha SMS-t kell küldeni, vagy egy kis e-mailt írni, akkor használom a telefon diktáló funkcióját. És ugye már felmerült az is, hogy miért kell nekünk jelentést, vagy interjújegyzetet írni, hiszen lehetne csak egyszerűen bekapcsolni egy ilyen diktáló funkciót, és akkor megírja magát, ahogy beszélgetünk a interjú alannyal, elkészül a jegyzőkönyv között. Ez is egy nagyon bizonyos szempontból mesterséges intelligenciát alkalmazó megoldás, bizonyos szempontból forradalmi, és irtózatos időt tud spórolni nekünk. Hát gondolom, ennyi idő elment az életünkben eddig jegyzetírásra, nem? Hát ez, hogy, és ezek úgy lassan szivárognak be, mert egy kipróbálja, átadja a tippet, utána a módszertanba beépül egy cégnél, majd egy másiknál, és így szépen terjed. Ugyanakkor a kiberkockázat, ezzel kapcsolatban sok szervezet meg azt mondja, hogy azért nem, pont a mesterséges intelligencia része miatt nem fogja ezt alkalmazni, mert hogy ez kimegy a felhőbe, ott valahol valami elemzi, és hozzánézi más adatállományokhoz, hogy akkor mit lehetne ebből leírni, és hogy viszont akkor kimegy az információ, mert egyébként lehet, hogy nagyon bizalmas információ, mondjuk egy treasury vizsgálatban mi hangzik el a szervezeten belül, úgyhogy mindenek megvan a jó, meg az árnyoldala is, és hogy
De az irány az egyértelmű szerintem is. Akkor erről még eszembe jutott, hogy ma már ügyfélszolgálattal is tudsz úgy beszélni, hogy emberi hangot nem hall, illetve emberi hangot hallasz, de az magában egy mesterséges intelligencia, vagy éppen egy robot. És hogy ez kinek spórol időt, na arról tudnék mesélni, de szerintem nem az ügyfélnek egyenlőre, de talán majd az az idő is eljön. Hát biztos, hogy eljön, meg az az idő is, amikor majd olyan eszközökkel is rendelkezünk, ami már a gondolataidat is olvasni tudja, tehát még el sem kell majd mondanod, hogy mit szeretnél leírni. De ez még csak nagyon-nagyon távoli jövő. Hát nagyon szépen köszönöm a részvételeteket. Úgy gondolom, hogy nagyon érdekes témákról beszélgettünk, és remélem, hogy a hallgatóság is úgy gondolja, hogy hasznosan töltötte velünk az időt. Köszönök szépen mindenkinek, köszönöm szépen, aki meghallgat, aki figyelemmel kísér, és kívánok mindenkinek nagyon jó munkát és sikereket. Köszönöm szépen.